2017-ben 1480 alkalommal jelentettek lánykóros eseteket. Volt 90 fertőzéses agybelül gyulladás, de ebből bizonyítottan csak 16 volt a kuloncsok által okozott megbetegedés. Köszönöm szépen. A lánykóról még azt lehet tudni, hogy a nevét a Connecticut állambeli Lyme városáról kapta, ahol 1976-ban írták ezt le, azt a baktériumot, amit Willy Burdonferről neveztek el, aki 1982-ben kullancsokban izolálta a Lyme-kórt kiváltó baktériumot, szinte kizárólagosan az Ixodes ricinus kullancsfajta hordozza, ennek is az emésztő rendszerében él ez az úgynevezett kórokozó. A kórokozó a kullancs vérszívása során jut be a kullancs által megtámadott szervezetbe, ebből adódik, hogy sohasem maga a kullancs okozza megbetegedéseket, hanem az általa hordozott különféle baktériumok, vírusok, egysejtőek. Hangsúlyozandó, hogy tucatnyi kullancsfajtából csak egy hordozza a lánykor okozóját, azok közül sem mindegyik példány fertőzött, egy napon belüli eltávolítása esetén a fertőződés esélye minimális, ezért a kullancs találása esetén sem törvényszerű a kialakuló betegségre gondolni. Ezt tudjuk hivatalos akadémikus forrásokból felidézni. Lássuk, hogy mindez hogyan néz ki a germán gyógytudomány tükrében, hiszen az előbb kórokozókról beszéltem, olyan megvilágításba hoztuk szegény Ixodes ricinus kullancsfajtát, ami egy olyan baktériumot hordozhat magában, ami esetlegesen lánykort okozhat. De nem minden kullancsban van, de nem minden kullancs csípés okoz lánykort. Hogy is van ez? Ez annyira bonyolult és annyira bizonytalan leírás. Mi is ez a lánykor? Hogyan néz ki mindez a germán gyógytudomány tükrében, hiszen a negyedik biológiai természettörvény egészen más megközelítésbe fogja ezt a betegséget, vagy ezt az úgynevezett lánykort hozni. Szeretném, ha erről beszélnél nekünk, drága Karesz, és elmondanád, hogy mit is kell tudni a germán gyógytudományhoz, mi az, amit erről mindenképpen szeretnél, ha mindenki tudna, az is, aki most van először ezen a webkonferencián. Nagy szeretettel köszöntök én is mindenkit, és meglepő ugye a témaválasztás, hiszen a lánykor, amint ezt Réka el is mondta, ugye 1982-től került a híreknek a címszalagjára, ugyanis hát ugye érdekes és nagyon jó, hogy Réka kiemelte, hogy nem csak egyfajta kullancs érintett ebben, nem mindegyik fertőz, stb. Stb. Itt már az ember, az az ember, aki biológiailag gondolkodik, akkor egy kicsit gyanút fog. És azért is választottam ezt a kórképet, betegséget, mert látni fogjuk, hogy mi a helyzet a negyedik biológiai természettörvénnyel és az ilyen fertőzések bejelentése között, hiszen a negyedik biológiai természettörvény tényleg nem beszél kórokozókról, hanem velünk szimbiózisban élő mikroorganizmusokról, de hagyjuk ezt a bevezető után, hogy tisztázzuk, hogy vajon kinek is van itt igaza, mert történelmi áttekintést is szeretnék adni azzal kapcsolatosan, hogy hogyan jutottunk el ahhoz a gondolkodásmódhoz, ami ma jellemzi a medicinát. A germán gyógytudomány egy teljesen más gondolkodást hozott az orvosi gondolkodásba, vagy úgy mondjam, feje tetejére állította a medicinális gondolkodást. Pontosan azért, mert az valós okokra mutat rá, és ugyanakkor meghatározzuk azt, hogy mi tartozik a germán gyógytudomány tárgykörébe, és mi nem tartozik oda, és akkor innentől kezdve a lánykor is a megfelelő helyére fog kerülni, természetesen mindenkinek, aki végighallgatja a teljes előadást.
Dr. Rieke Gerdhammer a főszereplő minden webkonferencián, hiszen az ő felfedezésének köszönhetjük azt, hogy most már tudjuk, értjük és látjuk, hogy hogyan működünk mi emberek is, mint biológiai lények. Hammer doktor felfedezése az öt természettörvény nem egy hipotézis, hanem tudományos alapokon áll, és nem csak emberre vonatkozik, hanem állatokra, sőt növényekre is. Hammer doktor az élete tragédiájának köszönheti a felfedezését, mégpedig 19 éves fiának az elvesztése, amely után 2 hónappal később hereddaganata lett Hammer doktornak, és elgondolkodott, hogy kell legyen valami kapcsolat az ő hereddaganata és a fia elvesztése között. Így jött rá az első biológiai természettörvényre 1981-ben, amit a rák vastörvényének nevezett akkor, hisz még akkor nem tudhatta, hogy további 4 törvényt még föl fog fedezni az idők folyamán a kutatások folytatásával. Ez a törvény rögzíti a DHS kritériumait, vagyis a fiára való tisztelettel és szeretettel Dirk Hammerre való tisztelettel. Dirk Hammer szindrómának nevezi azokat a kritériumokat, azokat a feltételeket, amelyek mindenképpen szükségesek ahhoz, hogy bennünk egy érzelmi megrázkódtatás, szervi elváltozást indítson el. Tehát azok a nagyon súlyos, váratlan, hirtelen, ránktörő, meglepetésszerű érzelmi megrázkódtatások, amelyeket magányosan élünk át, és bennem maradunk a konfliktusban, ezek fognak az agy közvetítésével szervi elváltozást elindítani. Nagyon lényeges paradigmaváltáshoz érkeztünk, mert eddig a betegségeket külső kórokozók által terjesztett betegségeknek neveztük, minden, ami a szervezetünkbe került, azt, vagy a szervezetünkből kimutattak, azt ellenségnek nevezte ki a medicina, és tudni kell, hogy a lelki megrázkódtatás az egy teljesen új téma. Hippokratész óta nem foglalkozott vele a medicina, hogy van-e valami kapcsolat a lelki megrázkódtatások és a szervi elváltozások között. Rengeteg ezotérikus könyv és szerző foglalkozik a betegségek lelki okaival, de olyan tökéletes tudományos táblázatot senki nem alkotott, mint Hammer doktor, melyben leírja a konfliktust, a lelki megrázkódtatást, az agyi központot és a szervi megnyilvánulást konfliktus aktív és megoldási szakaszban egyaránt. Vagyis mindig fog minket érni váratlan, meglepetésszerű, súlyos történet, de a kérdés csak az, hogy benne maradunk a konfliktusban, magányosan, elszigetelten éljük meg, vagy erről a két utolsó tényezőről megfeledkezünk. Vagyis ha mai napot is békével fogjuk lezárni, akkor nem lesz semmi olyan szervi következmény, ami a ma megélt és fel nem oldott konfliktusokból lenne holnap, holnap után és azután. Ha minden nap békével, megbocsátással, megértéssel, empátiával be tudnánk fejezni a napjainkat, hát akkor kérem szépen meg tudnánk őrizni az egészségünket. A múltnak a lezárása mindenképpen nagyon fontos dolog, hisz az agyunk nem tud különbséget tenni a valóság, az álom és az illúzió között. És a konfliktus pillanatában rögzülnek az úgynevezett sínek, vagyis a körülmények, ezeket az érzékszerveink rögzítik, tehát ennek megfelelő információkról beszélünk, képről, hangról, ízről, illatról, stb. És amikor még egyszer ezekkel találkozunk, ha nincs feloldva érzelmileg a konfliktus, akkor ezek a sínek beindítják újra a teljes programot most már mindenféle konfliktus nélkül, és akkor nézünk, hogy mi történt már megint, derült égből villámcsapásként, teljes nyugalomban, kérem szépen, mondjuk, fölment a vérnyomáson. Tehát ez egy olyan történet, hogy nem sínek, hanem pályaudvarok vannak már a fejünkben, annyi a fel nem oldott konfliktus, de aki ismeri és hallgatja Hammer doktor eredeti archaikus dallamát, az tudja nagyon jól, hogy milyen hatásokat fog elérni, és mennyiben segít neki abban, hogy biológiailag
a dolgokat helyre tegye. Tehát nem újjék el nap a haragunkkal, és akkor a lelki megrázkódtatások, amelyeket magányosan egyedül élünk át, nem fog elindítani szervi elváltozást az agy közvetítésével. A nagyon lényeges megjegyeznünk, hogy egyetlen valóság mindenki számára csak és kizárólag a saját megélése. Tehát nem az számít, hogy mi történt valójában, hanem az, hogy mi volt az én megélésem, ez pedig mindig csak a beteg fogja tudni nekünk elmondani, ott lesz a szó használatába, vagyis a betegség a beteg nélkül nem gyógyítható. A második természettörvényben Hammer doktor folytatva a kutatásokat 1981 után is leírja, hogy minden értelmes biológiai különprogram két szakaszban zajlik. Ez az EBK rövidítésű értelmes biológiai különprogram arra utal, hogy itt nem ismeretlen, rosszindulatú, gyógyíthatatlan betegségekről van szó, hanem olyan biológiai különprogramokról, amelyek különben el sem indulnának, ha békében élnénk önmagunkkal és a világgal. Ezek a programok, tehát az első függőleges vonalon látjuk a DHS-t, két szakaszban zajlanak, van egy konfliktus aktív és egy megoldást követő fázis. Mindenki láthatja, hogy a konfliktus aktív szakaszban a kék szín dominál, ez Hammer doktornak a grafikonja, Hammeri iránytűnek is nevezzük. Pontosan azért, mert itt a hideg tünetek jelentkeznek, vagyis az embernek hideg a keze, hideg a lába. Nincs étvágya, nem eszik, lefogy, nem tud megnyugodni, ketyeg a szíve, emelkedik a vérnyomása. Ha éjjel elalszik, akkor felébred, de nem tud nyugodtan aludni. Ezeket egy szóval stressz tüneteinek szoktuk nevezni, és le tudjuk azzal, hogy stresszes az életünk, és rágódunk, és bosszankodunk, és aggódunk, és félünk, és leírjuk magunkat. Nos, ezek azok a problémák, amelyek biológiai válaszra késztetik a szervezetünket, már a konfliktus aktív szakaszban. Arra, amit én érzelmileg nem tudok megoldani, arra kapok egy biológiai segítséget. Aztán, ha megtörténik a konfliktus megoldása, a KMR-re utal, akkor ebben a szakaszban, amit látjuk, azért a piros szín is megjelenik, sőt ez dominál benne, hiszen van két mélypontunk, az exudatív és a hegesedő fázis. Az exudatív fázis csupán annyit jelent, hogy folyadék áramlás történik, beáramlás szervi szinten és agyi szinten. Minden lélek vagy szer szinten zajlik, tehát mind az agyi központban, mind szervi szinten a folyadék gyülem megteszi a maga hatását. Agyi szinten nyilván fokozódó fejfájás lesz a tünet, szervi szinten pedig a duzzanat, a fájdalom, a gyulladás, a pirosság, hogyha a bőrfelszínhez közel van, illetve a működés visszafogottsága. Ilyenkor már betegségtudatunk van, és gyógyszerek után kapkodunk. Kérdés, hogy mit fogunk bevenni, mert ha olyan gyógyszert veszünk, ami teljesen leállítja a gyógyulási szakaszunkat, akkor visszakerülünk a konfliktus aktív szakaszba, és azzal a hamis tudattal élünk, hogy milyen jó volt ez a szer, rögtön megszüntette a fájdalmamat, már nem is fáj semmi, csak éppenséggel nem hagyjuk a programot kifutni. Ide nem csak a szteroid csoportba tartozó gyulladás csökkentők, de a kemoterápiás szerek is ide tartoznak. Aztán következik az epileptoid krízis, látjuk ismét kék színnel jelölve, hiszen akkor megint a szimpatikus idegrendszer túlsúlya kerül túlsúlyba, és itt fogjuk megtapasztalni a legzajosabb, legdurvább tüneteket, akár tüdőembólia, szívinfarktus, mélyvénás trombózis, epegörcs, vesegörcs, stb. Akkor már biztos, hogy orvost hívunk, vagy kórházba kerülünk, és az esetek 20%-ában orvosi ellátásra is szükségünk lehet, hiszen az a problémánk mindösszesen, hogy túl sokat ültünk a konfliktus aktív szakaszban.
Azt lerövidítenénk, ha azt le tudnánk transformálni ezt a konfliktus aktív szakaszt, mármint hogy a konfliktus tömeg ne legyen oly nagy, akkor a megoldási szakaszban is nagyon, de nagyon jól lehetne, hát hogy is mondjam, könnyen lehetne átviselni a tüneteinket. Nem lennének zajos tüneteink. Az epileptoid krízis azért epileptoid, mert epilepsziás görcsrohamunk is lehet ugyanitt, természetesen, és ez csak akkor fog megtörténni, hogyha a DHS egy mozgással kapcsolatos konfliktus volt, amit nem oldottunk meg, és újra meg újra sínre kerül. Nos, a hegesedési fázisban megint a melegtünetek jelentkeznek, az extrém fáradtság, kérem szépen, nem azt jelenti, hogy ja Istenem, sose fogok már meggyógyulni, hanem pont azt jelenti, hogy csak pár napra vagyok a gyógyulástól, a teljes gyógyulástól, hiszen a biológiánk mindent helyére fog tenni a két szakaszban. Nos, ha nem vagyunk tisztában a biológiai programok két szakaszú lefolyásával, és nem tudjuk beazonosítani, hogy éppen hol tart a program, akkor kérem, nagyon tudatlanul belenyúlunk ennek a programnak a lefutásába, és leáll vagy éppenséggel elakad a program. Előfordul, hogy meg sem oldjuk a programot, és akkor természetesen ez nagyon súlyos következményekkel fog járni, de a szervezetünk teljes lemerüléséhez fog vezetni, de amikor valami eltűnik, majd újra jelentkezik, majd megint eltűnik, majd megint újra jelentkezik, ezt recidívának nevezik a medicinában, itt policiklikus lefolyásról beszélünk. Miért történik ez meg? Mert meg sem oldottuk a konfliktusunkat. Ott maradtak a sinek, és a sinek aktiválják az egész programot. Aztán van az a helyzet, amikor függő gyógyulásról beszélünk. Ilyenkor kérem szépen el se jutunk az epileptoid krízisig, és újra sínre kelünk. Tehát a gyakori sinekkel való találkozás elakasztja a gyógyulási folyamatot, ezért a gyulladásos tünetek szinte állandóan jelen vannak, nevezhetnénk akár krónikus fájdalom szindrómának is, annak függvényében, hogy éppen milyen programról beszélünk. A betegségek kialakulásának a megértése az embriológiában rejlik, az egyetfejlődésben. És a lényeget itt látjuk, mert az összes sejtünk, összes szövetünk egy megtermékenyített petesejtből alakult ki, és ez a petesejt osztódik, majd három csíralemezzé alakul át, majd az itt látjuk a kép bal oldalán, a három csíralemezből kialakuló sejtjeink, szöveteink pedig egy életen át ugyanazt a működést fogják végrehajtani. Nem fognak elköltözni egyik helyről a másikra. Tehát a megértést és tudományos alapot adja Hammer doktornak ez a képe ahhoz, hogy ha leásunk az alapokig, ugye az embriológiáig, a méhen belüli élet 9 hónapját, ha megnézzük, akkor fogunk rájönni arra, annak alapján, hogy hogyan alakult ki az emberi test, ennek alapján fogjuk tudni meghatározni, hogy milyen konfliktus típusok vannak, és milyen biológiai válaszok fognak érkezni. A belső csíralemezből származó sejtjeinket az agytörzs irányítja, és ez a csíralemez olyan sejteket fog adni a szervezetünknek, amelyek a falat konfliktusokat oldják meg. Ezek a táplálékfalat, levegőfalat, vízfalat, fényfalat és hangfalat. Nos, mindig előbb sejtet építünk, majd a megoldásban a felesleges sejteket le fogjuk bontani. A középső csíralemezből származó sejtjeinket két idegi központ irányítja. Itt alul látjuk narancssárgával a kis agyat. Ez a támadás, bemocskoltság és gondozási konfliktusokkal foglalkozik. Erről is van külön webkonferencia, vélt vagy valós támadások témában, illetve a gondozási konfliktus a melldaganatok során
bemutatásával kerül szóba. Itt is először építünk, utána lebontunk sejteket természetesen. Az ide tartozó szerveink az irha, járulékai, tehát fagyúmirigy, verejtékmirigy, és az emlőmirigy, ami egy módosult verejtékmirigy, valamint a hashártya, mellhártya és szívburok. A kis agy fölött látjuk a fehér állomány, mint idegi központot. Ebben olyan idegi magvak vannak, amelyek az önleértékeléssel kapcsolatos érzéseinket fogják venni, és szervi válaszként a mozgással kapcsolatos szöveteinkben indítanak be sorvadást első lépésben, tehát itt már nem építünk, hanem első lépésben bontjuk a szöveteket, mert az önleértékelés az önpusztítást jelent. Nos, az önpusztítás tehát a mozgással kapcsolatos szöveteket érint, és ezért látjuk itt középen narancssárga színnel a csontvázat, de tudjuk, hogy a csontokat ízületek, inak kötik össze, ez lesz a második szövet, amit az önleértékelés ér. A csontokat az izmok mozgatják, tehát ez a harmadik szövet. Az izmokat erek látják el, osztógyűjtő nyirokerek, ez a negyedik szövet, ami az önleértékelés témájába tartozik, és az ötödik szövet pedig a kötőszövet, vagy zsírszövet, ami szintén először sorvad, utána visszaépül. Itt a program végén érvényesül a biológiai értelem, hiszen az értelme ennek a történetnek az, hogy bontsuk le konfliktus aktív szakaszban azt, ami nem jó, és építsünk helyette szebbet, jobbat, erősebbet. A piros színnel jelzett külső csiralemez sejtjeit az agykéreg irányítja. A piros baba az elválasztási konfliktusokat ábrázolja. Minden elválasztás, amikor nagyon szeretnék, vagy nagyon nem szeretnék elszakadni valakitől, a bőrünk felső rétegében indít el egy sejtszintű sorvasztást, neurodermitisnek nevezzük, mert zsibbad a bőrünk és hűvös érzéketlenség fokozásával jár. A megoldásban persze jönnek a gyulladásos, hólyagos tünetek. Ugyancsak az agykéreg irányítja a birtok konfliktusokat, és erről is külön webkonferenciát lehet megnézni, hogy mit jelentenek ezek a birtok konfliktusok. Itt is először az ide tartozó, mondjam úgy, hogy csöveg bélését, azokat a nyálkahártya rétegeket, amelyek a megfelelő vezetékeket, akár hörgő, szívkoszorúér, epe, hasnyálmirigy kivezető csatorna, stb. Tehát ezeknek a nyálkahártyáját először sorvasztjuk, majd a megoldásban visszaépítjük természetesen. Itt már egy magasabb szintű irányításról van szó, és nagyon lényeges tudnunk, hogy a birtok konfliktusok meg nem oldása olyan viselkedés változásokhoz vezet, amelyek bekerülnek a pszichiátriára, holott konfliktus megoldással lehetne ezeket helyre tenni. Nem csak sejtek építésével, illetve bontásával és sorvadásával foglalkozik az agykéreg, hanem olyan programokat is el tud minden indítani, ami működés változással jár. Ilyen például az izmoknak, a haráncsikolt izmoknak a blokkolása, ugyanis a haráncsikolt izmokat mozgató központ is itt van, a motorikus központ. Itt van a jövőből és múltból érkező félelmeknek a helyszíne, ide érkeznek az érzékszervek, és természetesen, hogy a három szintű irányításnak meg lesznek a megfelelő biológiai válaszai. Nos, én azt gondolom, hogy ez a rajz a Hammer doktornak teljesen egyértelmű és világos mindenkinek, aki foglalkozott biológiával, vagy éppen medicinával, és elgondolkodtató, hiszen minden ember a megtermékenyített petesejtből alakult ki, mindannyian ugyanúgy alakultunk ki 9 hónap alatt az anyamében, tehát nem mondhatja senki se, hogy ő rá ezek a dolgok nem vonatkoznak. A harmadik természettörvényben Hammer doktor tehát rámutatta arra,
hogy sejtekből vagyunk felépítve, amelyek működnek. És a három csíralemeznek megfelelően történik az, hogy vagy sejtet építek, vagy sejtet bontok, vagy működést változtatok a konfliktus aktív szakaszban, és erre a megoldást követő szakaszban természetesen az lesz a következő lépés, hogyha feleslegben vannak sejtek, azokat lebontjuk, ha hiányoznak, akkor visszaépítjük, ha pedig működést fékeztünk, gátoltunk, akkor a működést visszaállítjuk. Ez teljesen egyszerű, logikus képlet szerintem mindenki számára. A negyedik természettörvényről még fogok részletesebben is beszélni, most csak annyit szeretnék erről elmondani, hogy az bennünk élő, velünk szimbiózisban élő mikroorganizmusok, azok a mi barátaink. Tehát a bennünk élőkről beszélek, és nem a biológiai fegyverekről. A bennünk élő baktériumok, ugye ezek a bélrendszerben és mindenütt megtalálható baktériumok, ha túlszaporodnak, azt jelenti, hogy elakadt a biológiai programunk, akár a mezodermális szinten, akár a kisagyi szinten, ugye, mert mind a két helyen baktériumok, illetve mikobaktériumok azok, amelyek segítenek nekünk helyreállítani a biológiai rendet. Az endodermához tartozó sejteket a gombák fogják helyreállítani, ugyanis az erdőben is a kidőlt fákat a gombák bontják le, a felesleges sejtjeinket a gombák fogják lebontani, és természetes akkor marad a gombák száma, mondjam azt, hogy érezhetően magas, hogyha elakadt a program, mert hát nekik az a dolguk, hogy segítsenek. A vírusokról pedig annyit kell tudni, hogy az ektodermához tartozó sejteknél segítkeznek a helyreállításban, ezért a humán papilloma vírus jelenléte nem fertőzést jelent, hanem éppenséggel a mély száj nyálkahártya program megoldását jelenti. Az ötödik természettörvény az, ami felteszi Hammer doktor munkásságára a koronát, hiszen rámutatta arra, hogy itt semmi ismeretlen, rosszindulatú dolog nem történik, nincs üzemzavar a szervezetünkben, hanem a DHS pillanatában már is egy biológiai választ kapunk arra, amit mi érzelmileg nem tudunk megoldani. A DHS az, ami eldönti, hogy éppenséggel mi fog történni, hisz, mint mondtam, mindenki számára az egyetlen valóság a saját megélése. Tehát nem Isten csapásáról vagy a sors csapásáról van szó, hanem arról, hogy pontosan tudjuk, hogy a folyamatban levő programok mögött mit kell keresni, és mit kell megoldani érzelmileg, ebben segít nekünk Hammer doktor tudományos táblázata. Nos, a betegségek kialakulásának alapvető módjairól azért hoztam be ezt a szerdai webkonferenciáról már ismert fóliát, hogy tisztázzuk, hogy miről beszélünk. Ugyanis a külvilágból igenis érkeznek olyan hatások a biológiai testünkre és testünkbe, amelyek betegségeket fognak elindítani. Tehát ezek nem tartoznak a germán gyógytudomány tárgykörében. Mondhatnám úgy, hogy a kívülről érkező betegségek. És itt vannak a sugárzások, a gyógyszeres mérgezések, vagy egyéb gomba, ételmérgezések, balesetek. Tehát ezek nem tartoznak a germán gyógytudomány tárgykörébe, tehát így a biológiai fegyverek sem. Na most a germán gyógytudomány tárgykörébe viszont azok a biológiai programok tartoznak, amelyek belülről, mi belőlünk indulnak el, egy fel nem oldott érzelmi reakcióra adott biológiai túlélő válasz. Tehát ez az, ami a germán gyógytudomány tárgyköre.
Van viszont egy nagyon lényeges harmadik pont, mégpedig az önsorsrontó hiedelmeink. Kérem szépen, elképesztő, hogy mire vagyunk képesek a hibás meggyőződések, a hibásan tanult ismeretek, tévhitek alapján. Én senkit nem akarok se megtéríteni, se jó útra terelni. Én csak arra kérek mindenkit, hogy gondolkodjon. Gondolkodjon azon, hogy valójában a világ miről szól, és hogyha rá fogunk jönni, hogy nem a kényelmünket, és nem a jólétünket, és nem az egészségünket biztosítják a különböző rendelkezések és körülmények, akkor rájövünk arra is, hogy a kezünkbe kell vennünk az egészségünk irányítását, megtartását, vagy visszaszerzését, mert különben hát tévútra fogunk kerülni, és akkor nagyon finoman fogalmaztam. Az önsorsrontó hiedelmek a legnagyobb akadálya annak, hogy valaki egyáltalán valami mással is kezdjen el foglalkozni, mint amit eddig tanult. Mert rá fog jönni, hogy a dolgok pont fordítva vannak a világban, mint ahogy azt eddig megtapasztalta vagy hitte. De hát én mondom, ne akit ezek az információk érdekelnek, a weblapnak az ébresztő gondolatok menüpontját ajánlom figyelmébe, legelőször is a Szabadságot a léleknek című 34 perces riportot Guylaine Saint-Pierre Langtóval, és akkor el lehet gondolkodni a dolgokon, hogy hol tartunk ma, és miért tartunk ott, ahol mi tartunk. Tehát a lánykornak a megnevezése az eddig elmondottak alapján úgy hangzik, hogy külső környezetből induló betegség következmény konfliktusokkal. És akkor itt már akkor szerintem érzékeltettem, hogy miről szól maga a lánykor. Miért nem volt 1982 előtt, és miért csak azóta van, miért csak egyetlen hullancsban található, és még lenne egy pár költői kérdésem. De nézzük, hogy mit mond a hivatalos medicina erről a lánykorról, és utána szeretném megbeszélni mindazt, ami a hozzáfűzni valom. Tehát most az következik, amit erről a betegségről hivatalosan olvasni is lehet. Ugye a fertőzést kizárólag az Ixodes családba tartozó kullancsok terjesztik. Szexuális úton vagy vérátömlesztéssel nem vihető át másik emberre. A fertőzés okozta tünetek néha spontán gyógyulnak, a szervezetnek sikerül legyőznie a kórokozót. Milyen érdekes. Valószínűbb azonban, na ilyen nincs a germán gyógytudományban, hogy így vagy úgy vagy valószínűbb, ott konkrét kérdéssel konkrét válasz van. Tehát folytatom, hogy a betegség kezelés nélkül kifejlődne. Az egyre súlyosbodó tüneteket okozó korcsak idejében megkezdett antibiotikumos kezeléssel lehet megállítani és gyógyítani. Felhívom a figyelmet a feltételes mód használatára. Hogy lehet ennyi feltételes módban megfogalmazott mondat után valami bizonyosat is állítani? Ami a tüneteket illeti. Ugye? A legelső tünet általában a csípés körül megjelenő, legalább 5 centisre megnövő, többnyire ovális alakú bőrpír, amit Lyme-foltnak neveznek. Eritéma a migráns vagy vándorló bőrpír, de amint kiderül, ez a bőrpír mégsem vándorol. De mindegy, eritéma a migráns azt jelenti, hogy vándorló bőrpír. Lappangási ideje 1 naptól 3 hónapig terjed. Te jó Isten, mit csinál 3 hónapig ez a szerencsétlen ott bent a bőrünk alatt? Leggyakrabban 1 hét. Többnyire alig viszket, nem fájdalmas. Most a folt legalább 1 hétig, és tessék figyelni, néha azonban 1 évig is látható. Hát szóval ilyen a germán gyógytudományban nem létezik. Ezeket csak azért emelem ki, hogy lássuk, hogy itt valóban egy teljesen más dologról van szó, külső környezetből induló betegség, mint mondtam. A folt megszűnése nem okvetlenül jelenti a kórokozó pusztulását. Ugye? A többnyire ovális alakú térthajlatban, nyakon, hónajban, lágyékhajlatban, kezdetben csíkszerű, érdekes,
Folt szinte mindig a csípésén alakul ki, de előfordul többszörös elváltozás is. Tehát nem kommentálom. A Lyme spirokéta nem szereti a magasabb testhőmérsékletet, ezért a hűvösebb bőrben gyorsabban szaporodik. A hűvösebb bőrben. Tehát ezért van az, hogy koratavasszal és késő ősszel ugye gyakrabbak ezek a kullanscsípések. A folt megjelenése eldönti a diagnózist, kérem szépen. A folt megjelenése. Tévedésként leggyakrabban a macskák által terjesztett gombás bőrgyulladást gondolják Lyme-kór tünetének, de ez utóbbi mindig hámlik és a szélén dudoros felszínű, így nem gyógyul az antibiotikumok hatására. Nyilvánvaló, a gombára az antibiotikum nem hat. Én most csak nagyon halkan és félrejegyzem meg, hogy én még a macskák által terjesztett gombás bőrgyulladásról sem hallottam. Hát jó, most hivatalos. Bocsánat, jó, csak rendben. Hogy ez egy újabb, olyan újdonság, amit rendben soha nem van, tudtam, hogy semmi érkezik. Probléma. Felolvasom egyszer, hogy itt hogy van. Ugye mindenki gondolja, hogy ezt nem tanultam meg, ezt felolvasom. És utána természetesen ezeket a tüneteket megpróbálom a megértés szintjére emelni. Tehát tessék figyelni, néhány ismeretlen eredetű, de gyakori bőrtünet is összetéveszthető a betegséggel. Ez most már eléggé vidám, nem? Ezekre is jellemző azonban, hogy nem múlnak el antibiotikus kezelés ellenére sem, de akkor marad ismeretlen. Mindegy. A folt a Lyme-kor leggyakoribb tünete mégsem jelenik meg minden esetben, és ha megjelenik, akkor sem mindig figyelemre keltő, mert lehet egészen halvány is. Szintén a borrelia fertőzéshez köthető bőrrel változás, fogózkodjunk, a fülcimpa lilás vörös, fájdalmatlan duzzanata, mely különösen gyermekkorban fordul elő. Na, kezelés nélkül hónapokig látható, időskorú nőknél jelentkezik a leggyakrabban az évekig, évtizedekig tartó, lassú, bőrsorvadással járó folyamat, amelyet ugyancsak ez a baktérium vált ki. Hú, itt most már a képzeletemet kezdi ez az egész túl szárnyalni, de folytatom. Többnyire a kéz, a könyök, a lábfej, a térd feletti bőrfelületek lilás elszíneződése, kisfokú duzzanata az első tünet. A fájdalom ilyenkor még általában nincs. A folyamat előre haladtával azonban az érintett bőrterület alatt idegek, csontok, ízületek is megbetegszenek, és ez már többnyire csillapíthatatlan fájdalommal jár. A csontokig hatol egy kullanscsípés. De hát itt jön be az, azért mondtam, hogy következmény konfliktusokkal. Yes. Hoppá. Tehát ezek a tünetek, ezek már következmény konfliktusok, természetes, most előre mész a... Te tudod, hogy mit fogok mondani? Nem, csak megdöbbentem, na, hogy, te is megdöbbentem, hogy csontig hatolom. Na. Tehát ilyenkor a folyamat már nem gyógyul magától, viszont újabb tünetek jelentkezhetnek. Egy kész megnyugvás. Szóval én nem tudom, hogy mit mondjak, de hát azt mondom, hogy jó, folytassuk a történetet. Ugye, ha a csípés követő napokban egy héten belül láz jelentkezik, tessenek figyelni, akkor annak oka lehet a csípés miatti helyi elfertőződés, vagy súlyosabb esetben a kullancs enkefalitis. Ugye ez már egy másik történet a kullancs enkefalitis, ne keverik össze a Lyme-kórral. Szóval sokan aggódnak, ha a csípés követő napokban légúti tüneteik jelentkeznek, tessenek megnyugodni, ez azonban nem jellemző egyik kullancsok által terjesztett betegségre sem. Az egy másik dologra jelent. Az majd valami más lesz, igen. Na most, tehát gyakran okoz idegrendszeri elváltozásokat is, előfordul agyhártya, agyvelőgyulladás, ellentétben a vírusos formákkal, ugye? És igen, fejfájás, rossz közérzet, ezek ugye teljesen természetes dolgok, és idővel azt mondja, hogy az idegrendszeri folyamatok között inkább a lassú elbutulás, a kóros feledékenység a jellemző. Gyakran okoz arcidegbénulást,
és bár azt mondja, hogy ijesztő tünet, hogy ez az arcideg bénulás, a beteg arra ébred, hogy arca elferdül, és ebből következik, hogy nyálcsorgást észlel. Bocsáss meg, de még mindig a lánykorról beszélünk. Még mindig a lánykorról beszélünk. Mindig a kullanscsípés. Még mindig arról beszélek, igen. Sőt, kialakulhatnak egyéb ideggyulladások is, kialakulhatnak, melyek végtagzsibbadásokat, vagy éppen izom gyengeségeket okozhatnak. Ezekben a helyzetekben viszont már érdekes módon semmi nem mutatható ki. Tehát nincs már a borrélia a szervezetben. Ízületi és izomfájdalom gyakori kísérője a fertőzésnek. Tehát ízületi és izomfájdalom. Is. Is, persze, természetes. És leggyakrabban a térdízület betegszik meg. Jelentős fokú ízületi duzzanat mellett viszonylag csekély fájdalom jellemző. És most akkor mindjárt látjuk, hogy ez policiklikus, mert ugye azt írják, hogy a betegség hullámzó, tünetmentes és panaszos időszakok váltják egymást. A klinikai tünetek változatosak, az igazolás csak a laboratóriumi eljárásokkal oldható meg. Amíg a bőrtünet van, a kezelés hatásos lesz. No, ez már egy jó hír. Szóval, mivel a csipést nem érezzük, és a kullancs pár nap után leválik a bőrről, előfordulhat, hogy nem is tudunk a kullancs csipésről, mert ez a leglényegesebb, és a Lyme folt jelentkezésekor szerzünk róla tudomást, hogy te jó Isten, megcsipette ezek szerint egy kullancs. Ilyenkor ugye az emberek rohannak orvoshoz, és a megkezdett kezelés azt mondják, hogy maradéktalanul hatásos lesz. Hát én tudok ellenpéldát. Ezek szerint az akkor nem lánykor volt. Szóval a kezelés még akkor is hatásos lehet, írja a szerző, ha a csípés követő egy éven belül kerül rá sor, ám a késve kezdett terápia az eseteknek csak egy részében sikeres. Milyen jó, hogy van egy kullancs, akire rá lehet fogni egy csomó mindent. Még akár akkor is rá lehet fogni, hogy biztos kullancs csípés volt, ha senki nem észlelte sem a... Igen. Hát gondold el, ha nem volt, igen, leesését. És egy héten belül eltűnik a tünet, akkor gyere rá, hogy ez mi. Na, még egy mondat, aztán befejezem. A statisztikák szerint, már azért statisztika, statisztikon, átlagosan minden második kullancs csípésünket veszük csak észre. 50% figyelem nélkül marad. Sokan hiszik, hogy a kullancs csak akkor távozik, ha mi szedjük ki a bőrből. Pedig a kullancs csak táplálkozni jár az emberbe, és más gerincesekbe. Nem kívánja ott leélni az életét. Megnyugtató. Mivel évente csak egyszer vesz magához táplálékot, na ez igazán jól hangzik, ez az étkezés elég soká tart, ezért szoktuk megtalálni őket. Tehát, hogy évente egyszer eszik szerencsétlen jószág, és igen. Akkor is... Igen, ha. Igen. Ekkor a tűszúrásnyi, csak nem átlátszó kullancsoktól egész nagy darabokat is látunk, mert megszívott állapotban vannak, amelyek ugye elég nagyok, és ezekből a picin lárvákból nőnek ki ezek a nimfák, gumbostű fejnyi nimfák. Jól el tudnak bújni a hajlatokba, a fülek mögött, tehát most már nem baj van a fülünk mögött, hanem kullancs. Igen. Hajas fejbőr határa. Hogy jut el odáig? Ez... Bocsánat, a kullancs olyan ugrik, mászik, vagy repül? Nem, állítólag a fákról ránk hullik, de a fűből is felmászik. Én nem tudom, nekem még életemben nem volt egyetlen kullancs csípésem se, csak pedig nem járom a tudtál róla, mert ugye az esetleg... Látod, ez... Igen. Ez előfordul, hogy nem tudhattam róla. Nos, akkor én csak azért idéztem ezt be, hogy lássuk, hogy azért a tudományos cikkekben a feltételes mód és a millióféle variáció, ez már megszokottá válik az emberek számára, aki megismeri már a germán gyógytudománynak a stílusát, az tudja, hogy ilyen nincs. De, annyi még rosszat egyszer... mondtál, bocsáss meg, igen. Annyi rosszat olvastál itt fel akadémikus forrásokból, hogy szeretném, ha a kedves hallgatók nem valami rémeset álmodnának,
Jó, megfejtjük ennek a... Igen, néhány alapvető tünetnek szeretném megfejteni a lényegét. Még egyszer mondom, hogy külső környezetből induló és következmény konfliktusokkal jár. Na most a céltáblára emlékeztető burpír, ez teljesen normális dolog. A céltáblára jellemző elváltozás még az őszi faleveleken is megjelenik, ha megtetszenek majd figyelni, mert amikor a hideg megcsípi, akkor a levél az DHS-ként éli meg. Minden csípést a szervezetünk DHS-ként fog megélni, nyilvánvaló, tehát maga a csípés, a fájdalom, legyen az szúnyogcsípés, vagy bármi, vagy éppen a kígyónak a csípése, marása, akkor ül is egy ilyen kokárda alakú piros bőrpír fog megjelenni. Ez teljesen egyértelmű. Na most, csak hogy lássuk a dolgot, fertőzés okot a tünetek néha spontán gyógyulnak. Na most akkor, hogy van az, hogy fele gyógyul, fele nem? Hát mert minden második kullancs csípést veszel észre, és abból minden második meggyógyul. Jó, jó. Ez a kettes szemtörvény. Ja, értem, ez a kettes szemtörvény. Tehát olyan, hogy spontán gyógyul. Na most, hogyha valószínű, hogy a szerológiával itt igazolják, hogy bent van a úgynevezett kórokozó, de hát akkor, hogy a fenébe gyógyult meg a beteg? Hogy volt, majdnem más szót használtam, hogy volt képen meggyógyulni mindenféle külső segítség nélkül. Aztán a lánykor leggyakoribb tünete ugye a folt, de mégsem jelenik meg minden esetben. Na most én ettől ki tudok akadni. Ez az én GNM-es gondolkodásomban már nem fér bele. A GNM-ben ilyen nincsen, kérem. Tehát a tünet az ott van, és abból tudjuk, hogy mi történt. Tehát csak hogy lássuk, hogy itt valójában szerencsétlen egyetlen fajta kullancsot valamivel beoltották. Valami megküldetése van, hogy neki ezt szállítania kell. Ugye 82 előtt nem volt. Én az egyetemen lánykorról még nem tanultam ezt. Azután érkezett ugye a világba, mondjuk valahogy úgy, mint a krumplibogarak a második világháború után. A folyamat előharadtával, tessék figyelni, a bőrtünet alatti idegek, csontok, ízületek megbetegszenek. Na ez az, kérem, amikor már minden fantáziát igénybe vesz ez az egész, mert ugye a folyamat előre haladtával. A folyamat előre haladtával, ha egy beteg elolvassa a lánykorról mindazt, amit itt elmondtam, hát akkor minimum pánikba esik, és benne lesz egy csomó olyan felesleges következmény, konfliktus, ami elindít már benne természetesen egy rendes biológiai programot. És az elválasztódás, a brutális elválasztódásnak az igénye fogja elindítani a csonthártyán, ugye a csonthártya programot, az ízületeken az önleértékelés megoldása az ízületeknek a fájdalmát, és nyilván, hogyha függő gyógyulásban marad a történet, akkor csillapíthatatlannak fogják nevezni a fájdalmat. A bőr azért sorvad el, ugye, mert az konfliktus aktív szakaszban sorvadással reagál minden elválasztási konfliktusra, és vannak emberek, hát azért találkozunk emberekkel, akik még a 15 évvel ezelőtti programjaikat sem tudták lezárni, tehát ennél egyszerűbb dolgokat nem tudtak lezárni, hogy fognak akkor egy ilyen váratlan dolgot megoldani, hogy te jó Isten kullancs, és biztos, hogy megfertőződtél. Aztán újabb tünetek jelentkeznek. Gyakorlatilag a tudományos táblázatból lehet válogatni magunknak programokat, hogy mit szeretnénk még kapcsolt áruként ehhez hozzátenni. És itt jön az a lassú elbutulás, vajon miért, meg a kóros feledékenység, minek a tünete? Hadd halljam, kedves hallgatók, mert aki volt tanfolyamon, az tudja, hogy az elválasztási konfliktus az, ami abszanszal jár. Nem kell semmi másra gondolni, csak meg kell nézni az elválasztásról szóló webkonferencia anyagot, és akkor, ha én folyamatosan ettől az egésztől el akarok választódni, akkor az abszanszok
elvezetnek minket a kóros feledékenységhez. Ha meg megéljük, hogy most már hülyét csináltak belőlem, mert már annyi mindent veszettem, már jártam orvosnál, természetgyógyásznál, felmérésen, megvettem x ezer forint értékű cuccot, és még mindig nem gyógyultam meg, tehát átvertek, akkor jön az arcideg bénulás, mint biológiai válasz. Teljesen természetes. Az ízületi izomfájdalom, ez mindig a megoldási szakaszban jelentkezik, és az összes ízületet hadd nem mondjam most el, hisz van az alsó, a felső és alsó végtag ízületekről szóló webkonferencia anyag, ott kideríthető, hogy miről szól a történet. És hogy hullámzó és tünetmentes és panaszos időszakok váltják egymást, ez teljesen természetes, hangulatunk is változik, és amikor nem ezzel foglalkozunk, akkor rendeződik, utána meg újra indul valamilyen sín kapcsán a fel nem oldott következmény konfliktus. És amíg van tünet, amíg van bőrtünet, a kezelés hatásos. Ez érdekes, viszont a gyógyulás még kezeletlen vagy rosszul kezelt esetekben is többnyire teljes. Nem véletlenül tettem ezt a két mondatot egymás mellé. Mi a véleményed, Réka? A kezeletlen eset is meggyógyul, de amíg van tünet, addig a kezelés hatásos. Úgy érzem, hogy kezdem elveszíteni a gondolkodásom racionalitását. Azon túl, hogy nagyon megijesztett, hogy mennyi mindent lehet. Igazából még azt vártam a felsorolásban, hogy halált, impotenciát és meddőséget okoz. Erről eddig nem esett szó. Remélem ezt a három dolgot már de nem erről nem hozzá. Olvastam, de lehet, hogy a gyógyszerek mellékhatása tud ilyet csinálni. Igen, ez a három dolog hiányzott nekem a felsorolásból. Egyszerűen döbbenetes, hogy mennyire ijesztően hat egy olyan ember számára, mint én, aki laikus vagyok, és nem tudom ezeknek a betegségeknek a hatásmechanizmusát, sem a gyógyszereknek a hatásmechanizmusát nem tudom követni. De egy kicsit engem az is megijeszt, hogy külső környezetből induló betegség. Hogy is van ez a külső körülmények, vagy külső környezetből kiinduló betegség kategória? Akkor ez hogyan lehet ezt megérteni? Hiszen mindannyian ugyanabban az erdőben szoktunk sétálni. Tehát azt akarom mondani, hogy egy ember, nem egy ember jár egy erdőben, és az is megdöbbent, tehát, hogy ez a kulacs szegényem csak egyszer évben egyszer eszik egy évben, és akkor is milyen ribilliót kelt. Hát szóval, hogy van ez a külső környezetből kiinduló dolog? Most minden viccet félretéve, aki medicinát végzett, és tanult infektológiát, járványtant, az nagyon is jól tudja, hogy vannak olyan betegségek, amelyek egy közvetítő által a gazdaszervezetben elindítanak egy betegséget. Igen, ez nem kérdés, van. De rendben van, csak én nekem az az egy nagy kérdőjelem van itt, hogy ezt a szerencsétlen pókot, és csak ezt az egyfajtát, mivel bízták meg? Mert hogy ha a maláriáról beszélünk, akkor tudjuk jól, hogy Plasmodium vivax, ott van a szúnyog terjeszti. Igaz, hogy ott se kapja meg mindenki, akit megcsip a szúnyog, de az egy másik kérdés. De ez egy teljesen újonnan felfedezett, idézőjelben felfedezett betegség, és hadd nem mondjam, hogy 82 óta azért még jelentek meg újabb és újabb rémületek. Ne beszéljek a H1N1-ről, ugye a repülőmalac fertőzésről. Aztán a mindenféle, hogy mondták ezeket, várja, még oltásokat is találtak ki. Tehát harmadik országokban megjelenő betegségek, utána megjelenik a WHO, és aztán elkezdődik a szérumoknak a begyűjtése, és gyakorlatilag annak ellenőrzése, hogy egy adott kórokozóval mit lehet csinálni. Én filmet láttam erről, tehát nem, hogy mondjam, rémálmaimban találtam én ezt ki. Láttam egy amerikai filmet, hogy a hadsereg bevetésével hogyan lehet elterjeszteni egy bizonyos helyen valamilyen fertőzést, és abból mekkora ribilliót lehet csinálni.
Én egészen otthon vagyok a konspirációs elméletek színterében, de akár azon is elgondolkodhatnánk, hogy azok az esetek, ahol spontán gyógyulásról beszélünk, akkor azoknál miért múlik el spontán. Tehát lehet, hogy ez is egy új irányvonal lehetne, de mégiscsak ez a külső környezet, ez engem nagyon felzaklat, hiszen több száz vagy több ezer kullancs lehet az erdőben. Honnan tudhatnám én azt, hogy éppen ez a kullancs jól van lakva, vagy nem? Hát szerintem interjút kell készíteni vele, hogy mi van vele. Nem tudom, nem vagyok kullancs szakértő, és nem a kullancsok szintjén szeretném a továbbiakban ezt az egészet gondolni, hanem nézzük meg három lépéssel hátrébről ezt az egészet. Ennek kapcsán kezdjünk el gondolkodni. Én csak azért vetettem fel a lánykort, hogy kezdjünk el gondolkodni, hogy hova vezet az, ha el lehet indítani egy laboratóriumban előállított kórokozót, mert ez tényleg kórokozó, el lehet indítani vele egy, mondjam azt, hogy világjárványt, amire ki fognak valamit találni, hogy mindenki fusson és beoltassa magát, és itt jön be az oltásoknak a lényege. Itt jön be az, hogy az emberekben félelmet keltenek egy járvány kapcsán, amúgy már megszellőztette a WHO a világjárvány lehetőségét, a Zika vírus kapcsán is, most itt eszembe, hogy ilyen is volt, ugye? És az oltásokkal való visszaélés, és ezt ki kell mondani, hogy az oltásokkal való visszaélés egy komoly fegyver az emberiség ellen. Nem, ha nem megfelelő kezekben van az oltások készítése, akkor ártó szándékkal hatalmas dolgokat lehet tenni. De nézzük meg, hogy honnan indult ez az egész gondolkodás. A negyedik biológiai természettörvény ugye a bennünk szimbiózisban élő mikroorganizmusokra vonatkozik. Kik ezek a bennünk szimbiózisban élő mikroorganizmusok. A lényeg, itt ugye le kell ásni a gyökerekig, és vissza kell mennünk a 19. századig. Ugye Hammer doktor a negyedik természettörvényben leírja a mikrobáknak az egyetfejlődési ontogenetikai rendszerrel való kapcsolatát, és leírja, hogy azok az úgynevezett mikroorganizmusok, gombák, gombabaktériumok, baktériumok, vírusok, amelyek a szervezetünkben vannak, ezekkel mi szimbiózisokban élünk évmilliók óta. Most a baktériumok kérdésében a 19. században kialakult vitáról már egy szó sem maradt az emberek köztudatában, pedig fontos lenne mindannyiunk számára, hogy tudjunk róla. Itt látjuk Louis Pasteur, francia mikrobiológust, kémikust, aki a modern orvostudomány egyik legfontosabb alapjának lett elismerve, nevéhez fűződik a járványtan, baktériumok kórokozó hatásáról szóló elméletét, felkarolták és oltási módszerek kidolgozásával tett szert hírnévre. Pasteur elmélete szerint a betegségeket a mikróbák okozzák, vagyis minden baktérium, egy külső ellenség, ami ellen minden szinten, minden áron fel kell venni a harcot. Ez az elmélet válogatás nélkül hadat üzen minden baktériumnak, mint külső ellenségnek. Akkor egy kiemelkedő francia tudósa, itt látjuk mellette, Antoine Béchamp, aki már számos áttörést ért el az alkalmazott szerves kémia területén, Pasteur nagy riválisa, 6 évvel idősebb nála, teljesen más következtetésekre jutott. Antoine Béchamp nézete az volt, hogy a test maga hozza létre a különböző mikroorganizmusokat, hogy általuk és a segítségükkel a szervezet visszaállítsa a sejteken és a szerveken belüli egyensúlyt. Vagyis, ha egy mondatba kellene összefoglalnom a két tudós munkáját, akkor az így hangzana,
Louis Pasteur szerint a betegséget a mikrobák okozzák, tehát a mikróba ellenségkáros. Antoine de Champs pedig azt állítja, hogy a betegség okozza a mikróbákat, a mikróba barát, segítő. Nos, a pasztörizált termékekről, tejtermékekről már biztosan hallottunk, ugye ez Louis Pasteur nevéből származik, de Bechamp neve nem ment át a köztudatba egész véletlenül. Szerencsére a tudósok között ez nem így van, többen is foglalkoztak Bechamp elméletével, számos alkalommal be is bizonyították, hogy Bechamp elmélete a helytálló. A következőben itt látjuk Royal Raymond amerikai feltalálót, aki 1920-ban feltalált egy különleges mikroszkópot, melynek segítségével olyan parányi méretű polimorfikus többféle alakú részecskéket tudott vizsgálni, amik változtatták a helyüket. A pleomorfizmus, vagy polimorfizmus kifejezés a görög pleonból származik, ugye morfasz formát jelent, és nyilvánvalóan a francia kémikus, biológus Antoine Bechamp alkotott meg előtte. Tehát ez már egy ismert fogalom volt, a pleomorfizmus. Hasonló fogalmak voltak ismertek az ókorban is, de ezeket a 18. században elutasították. Royal Raymond meg volt győződve arról, hogy minden mikroorganizmus áthalad egy adott fejlődési cikluson, amit ciklodnak nevezett, bakteriális ciklod. Bechamp korábban azt a véleményt hallgoztatta, hogy minden állat vagy növénysejtben kis részecskék vannak, amit mikrozimának vagy granulációs molekulának nevezett el. Ezek a részecskék bizonyos körülmények között képesek voltak patogén baktériummá alakulni, és viszont Pasteur és az akkori tudományos közösség többsége nem fogadta el ezt a véleményt, bár a híres bakteriológusok későbbi tanulmányai azt sugallják, hogy a tudományos közösség az 1900-as évek közepéig egyre kedvezőbbé vált a pleomorfizmusra. És ez egy nagyon érdekes hozzáállás. Itt látjuk Wilhelm Reich, Amerikában élő osztrák tudóst, aki úgy mellesleg pszichiáter volt. Ő felfedezte az úgynevezett bionokat. Ezek a bionok különböző mikróbákát tudnak alakulni, tessék kapaszkodni, a bionok különböző mikróbákát tudnak alakulni a páciens érzelmi állapotának megfelelően. Más szóval fogalmazza, az érzelmi állapotunk függvényében a bennünk jelenlévő bionok különböző mikróbáká alakulnak. Szeretném ismételni, hogy ezt még az 1930-as években látott napvilágot, ez a gondolat. Aztán itt van Günther Enderlein, mindig rossz voltam németből, német orvos, tudós, aki felfedezte a protitokat, amik baktériumokká és más mikróbákká tudnak alakulni a vérben, amikor a belső körülmények megváltoznak. Enderlein arra a következtetésre jutott, hogy a betegségek akkor jelennek meg, amikor a test belső egyensúlya megbomlik. Ez ugye egészen érdekes dolog, hogy ilyennel foglalkozunk. Enderlein 1925-ben adta ki a fő munkát, ez a Bacterien Cyclogenie. Nem csak komplex hipotézist fejlesztett ki, hanem egyúttal saját terminológiát is hozott létre, megállapította, hogy minden állatban vagy növényben kis ártalmatlan és hasznos növényi részecskék voltak jelen, amelyek bizonyos körülmények között nagyobb és patogén baktériumokká vagy gombákká alakultak. A Enderlein meg volt győződve arról, hogy ezek a kis részecskék ártalmatlanok és szükségesek az egészséghez. És akkor még egy nagyon fontos tudósról kell beszámolnom, mégpedig Antoine Bechampról.
Róla már hallottunk. Antoine de Champ Louis Pasteur nagy riválisa volt, de ha jól tudom, bocsánat, nem Antoine de Champ, Gaston Naissance-t, igen, Gaston Naissance-t akartam mondani. Igen. Hát Gaston Naissance ugye sajnos a tavaly évben frekvenciát váltott, és a lényege Gaston Naissance felfedezésének, hogy ő Quebecben élt, francia orvos, feltalált egy speciális mikroszkópot, amit szomatoszkópnak nevezett el. A szomatoszkóppal minden élő szövetben meglátjuk azt a parányi, fényt kibocsátó, polimorfikus részecskét, amit szomatidnak nevezett el. Most Gaston Naissance 60 évnyi kutatás után bebizonyította, hogy ha az egyén egészséges, akkor a szomatidok három lépésből álló átalakulási cikluson mennek keresztül, amennyiben viszont az embert stressz, félelem, hirtelen érzelmi megrázkódtatás, halljuk, hirtelen érzelmi megrázkódtatás, vegyi vagy fizikai behatások érik, akkor az ember szomatidjainak 16 lépcsős átalakulási folyamaton kell átesniük, mely során különböző mikrobák alakulnak ki. Vagyis azt kell látnunk, hogy ameddig Louis Pasteur elméletét egyöntetően mindenki elfogadja és ismeri, ugye még a televíziós reklámokban is csúnya gonosz mikroorganizmusokat mutatnak, addig Antoine de Champról egyetlen szó nem esik, pedig már a tudomány világában többször is különböző országokban eltérő időben, másféle technikai háttérrel, eltérő módszerekkel már többször is igazolták, hogy Antoine de Champ elmélete a helytálló és nem a Pasteuré. Pasteur nem tudott hazugságban meghalni, a halálos ágyán beismerte, hogy a millió, vagyis a környezet az, ami számít, és nem a baktérium, csak ezt elfelejtették velünk közölni. És hiába van ennyi ellen vélemény, vagy ennyi bizonyíték arra a hibás elméletre, még mindig ezen az elméleten alapulva közelítünk meg dolgokat. Egészen ijesztően hat ez 2019 májusában, hogy ennyi bizonyíték ellenére sem fogadtak el valamit igen. Tudományosnak nevezett körökben, bizonyíthatóan tudománynak vagy igazságnak. Mi mindig ragaszkodunk egy olyan elmélethez, amit még maga az elméletet gyártó sem tudott igazából képviselni és elfogadni. De ezeket, ezért félelmet kelt bennem, hogy ennyi időn keresztül lehet ragaszkodni egy igen, hibás most, elmélethez. Most, aki dolgozott kutatásban, az tudja jól, hogy a kutatásokat valaki finanszírozza. És hogyha az eredmény nem az, ami a kutatás célja volt, akkor a kutatást leállítják. És nem közlik, és a dolgokat eltüntetik. Tehát abban a világban is, még a 19. század végén is, és a 20. század elején is, és azóta is, megvan az a tudós elit, aki meghatározza, hogy mi az, amit elfogadunk igazságnak, és mi az, amit nem fogadunk el. Hát ezt be kell látni, hogy erről szól a történet, de a mai modern tudományok ezeket a dolgokat újra veszik, a hipotéziseket, és sorra dőlnek meg a régi állítások. Felhívnám a figyelmet Greg Braden előadásaira, vagy éppenséggel Bruce Lipton, a Princeton Egyetem sejtbiológus professzorának az előadására, és akkor elgondolkodhatunk. Nekem ezzel az egésszel csak annyi volt a szándékom, hogy gondolkodásra buzdítsam az embereket, nézzünk utána a dolgoknak, és mielőtt valamiről elfogadjuk, hogy az úgy van, azért járjuk körbe a témát. A negyedik biológiai természettörvény tehát arról szól, hogy a belső csiralemezből származó és az agytörzs által irányított falat konfliktusokhoz a feleslegessé vált sejteket a megoldás követő fázisban a gombák fogják lebontani. Mint az erdőben a kidőlt fákat, hogy ezt már mondtam. A kisagynak a T
támadással, bemocskoltsággal foglalkozó konfliktusokról van szó, ugye? Az általa vezérelt szövetekben a mikobaktériumok, TBC baktériumok fognak segíteni, amelyek átmenetet képeznek a gombák és a baktériumok között. Ők fogják lebontani a feleslegessé vált sejteket, ugye az irhában, illetve az emlő mirigy szerkezetében. Ne feledjük viszont azt, hogy ezek az úgynevezett felesleges sejtek nem lesznek haszontalanok számunkra, mert a nyirokrendszer fogja őket feldolgozni újra, és ezért tudjuk hasznosítani a már lebontott sejteket. A nyirokrendszernek az érintettsége tehát nem áttétet jelent, hanem magát a gyógyulási folyamatot. De erről a nyirokrendszerről szóló webkonferencia anyagban is beszéltem részletesen. A fehér állomány által vezérelt szöveteket, tehát a mozgáshoz kapcsolódó szövetek, amelyek az önleértékelési konfliktusban érintettek. Itt a baktériumok fognak segíteni a visszaépítésben, a megoldás követő fázisban, és ez természetes, hogy fájdalommal jár, mert akkor, ha nem fájna, nem tudna a biológia gyógyítani minket, de a fájdalom talán az embereket mégiscsak egy kis nyugalomra inti. Ugyanígy az ektodermából származó agykéreg által vezérelt birtok és elválasztási konfliktusokhoz tartozó sejtjeinknek a visszaépítésében a vírusok fognak segíteni, és ezért lesz kimutatható, mint már említettem, a humán papilloma vírus a mészárnyálkártyáján, amikor gyógyuló félben van a mészárnyálkártya, mert megoldottuk a féltékenységet, vagy ehhez hasonló konfliktusunkat. A negyedik biológiai természettörvény tehát rámutat arra, hogy a bennünk élő mikroorganizmusoknak szerepük van a gyógyulásunkban, és ezek nem az ellenségeink. De még egyszer aláhúzom, hogy a bennünk élő mikroorganizmusokról beszélek, és nem a kullancs által terjesztett mikroorganizmusokról. Különbséget tudunk tenni a bennünk levő hasznos és a külső ártó mikroorganizmusok között, és ezek a mikroorganizmusok nem a mi egészségünkért lettek kitalálva, ugye? Gondolom ez kiderül. Kiderül az is, hogy ha a gombák, baktériumok és vírusok számbelileg túlszaporodnak, akkor csak a biológiai programot kellene végre lezárni érzelmileg. És akkor megoldódnának ezek a krónikus fertőzéseknek nevezett HPV, vírusos hepatitis, nem gyógyuló sebek, gombás fertőzések. Szerintem ez olcsóbb és egészségesebb eljárás, sőt, többé vissza se tér. A jelenlegi tudományosnak nevezett nézőpont szerint a rossz mikróbák a betegség okozói, mert minden betegség esetében megtalálták az érintett sejtek mellett. Ez egy nagyon érdekes történet, de mondom, szemléletváltásra van szükség ahhoz, hogy valójában a dolgokat tisztán lássuk. Minden esetre a gyakorlat az igazolja mindazt, amit elmondtunk. Úgy gondolom, hogy a mai napon is sikerült megértenünk, hogy a germán gyógytudomány valóban egy tudomány, és nem statisztikai számoktól függ, hogy ki lesz beteg, vagy ki nem lesz beteg, nincs benne esetleg, vagy mégsem, vagy hány százalékban, nem a testtömegindextől, nem a fizikai aktivitástól és egyéb statisztikai tényezőktől függ, hogy kinek milyen biológiai programja lesz, csupán az számít, hogy mit nem oldottunk fel érzelmileg. Természetesen a konfliktus aktív szakasz hossza meghatározza azt, hogy mennyire fogunk szenvedni ugye a megoldási szakaszban, ha pedig halmozzuk a konfliktusokat, akkor nem csak hangulati változásaink lesznek, hanem még személyiségben megtörtént változások is beállnak, de erről szólnak a konstellált állapotok. Viszont ha feloldjuk az érzelmi konfliktusokat, feltárjuk és feloldjuk, akkor már nem a következményeket kezeljük, hanem magát az okot. A germán gyógytudomány azért is tudomány, mert reprodukálható, összehasonlítható, előre jelezhető, és ez a tudományosságnak az ismérve. Nincs benne olyan, tehát, hogy egyeseknél így, másoknál meg úgy lesz.
és nem kell állatkísérleteket végezni, nem kell kínozni szerencsétlen állatokat, és nem statisztikán nyugszik. A statisztika egy nagyon jó módszer a matematikára, a különböző gazdaság tudományra, de a biológiának nem sok köze van a statisztikához. Lehet arról statisztikát csinálni, hogy hányan gyógyultak meg hányan nem gyógyultak meg, természetesen, de mélyebben a statisztikát nincs miért alkalmazni a természettudományra, vagyis a medicinára. Tehát, ha megoldom érzelmileg a programokat, akkor egy életre ezek lezárultak, ha nem, akkor szenvedhetek tovább tudományosan.